Amerikában 11 ezer kávézót, tehát 11 ezer Starbucksot bezártak két napra, és képzeld ezt el, hogy a, a, sajtó szétszette őket, ilyen vége brutálisan esett a tőzsdén Azért már rájöttek, hogy a, a végpontokon, ahol az igazi akció történik a kávéházakban, már nem olyan minőségű mondjuk a, az ügyfél mint ahogy szeretnénk. Üdv a Vállalkozás és Pszichológia Podcastben! A műsor házigazdái Gál Kristóf, aki a Click Marketing ZRT alapítója és vezetője, illetve Bíró Bence Péter pszichológus, aki a Business Burnout Biblia című könyv szerzője. Itt azért beszélgetünk, hogy te ingyen megkaphasd azt a gyakorlati tudást, ami nekünk szó szerint akár évtizedekbe, illetve súlyos millióba kerültek. Nem is húzzuk az időd, csapjunk is bele, kezdődjék az adás. Jó szórakozást hozzá! Az entrópia. Igen. Az entrópia. Tényleg? Az Az méghozzá az inspirálta ezt a témát, hogy a vállalkozóba vállalkozás podcastben beszéltél arról, hogy a céges értékeket, azokat rendszeresen érdemes elmondani, mert hogy az emberek felejtenek, illetve te csinálsz Kristóf tanodáját is, ahol mm -hmm. oktatod a kollégáidat. Méghozzá azért is, mert hogyha az emberek meg is tanulnak egyszer valamit, és nem a kollégáidat minősíted, hanem gyakorlatilag az életünket, hogy ez így működik akkor az ember felejt. És hogy ezért jó az, hogyha az emberek folyamatosan tanulnak és képezik magukat, és hogy valahogyan az entrópia felé közelednek a dolgok. Egyáltalán én azt javaslom, hogy hogy, hogy tisztázzuk egy picit azt, hogy mi ez az entrópia. Meg a persze bármilyen szedben jutott, akkor szívesen hallgatom már most. Az entrópia az, amennyire tudom, az egy, az egy a fizikában létező fogalom. Tehát, hogy ez, ez, ez egy ilyen hivatalos fogalom. Így ilyen konyha nyelven én úgy értelmezem, hogy azt jelenti, hogy ha egy, te magára hagyunk dolgokat, azt hiszem, valahogy úgy van a, a fizikai fogalom, hogyha egy zárt rendszer magára hagysz, akkor a, abban a, a dolgok így a rendezetlenség meg a káosz irányába haladnak. Tehát mondjuk most itt a stúdió, ahol vagyunk, hogyha nem vinnénk be semmi plusz energiát, nem takarítanánk, nem raknánk rendet, akkor folyamatosan egyre nagyobb por lenne, kosz lenne, rendezetlenség lenne, elfogyna a levegő, és így a káosz fele megyünk. És ez a rendezetlenség fele haladás, ez igazából ez mindenhol látszik. Tehát, hogyha a kertedben nem nyírod a füvet, nem locsolod, stb., akkor elkezdsz ugye szétesni. Ha a szobádban nem raksz rendet, ugyanez. Hogyha a cégedben folyamatosan bizonyos dolgokat nem kezelsz, akkor ugyanez történik. Tehát betanítasz egy munkatársat, attól a pillanattól kezdve elkezd felejteni, ahogy betanítottad. És még akkor is, hogyha csinálja a dolgait, és nagyjából el tudja végezni a munkáját, akkor is a, a pici részleteket elkezdi elfelejteni, nem úgy csinálja, egyre pontatlanabb lesz a munkája, vagy tárgyi tudás, mondjuk a, egy pincérnek megtanítod az étlapot, hogyha mondjuk az én étteremem lenne, tehát hogy fejből tudod a, az étlapot, mint pincér, de mondjuk azt a sütit, amit ritkán rendelnek, azt egy hét múlva már lehet, hogy nem fogod elmondani, mert elfelejtetted vagy egy folyamatot, ahogy csinálunk, betanítom jó esetben, szépen mind a hat pontját a hatból megcsinálod, de mondjuk két hét múlva már az egyiket nem úgy csinálod, vagy elfelejted. És hogy nekem az a megfejtésem, erről pont nemrég posztoltam, hogy ezt nem lehet szerintem elkerülni. Ugye ez egy fizikai törvény is, ez, a, ez a, hogy megyünk a rendezetlenség fele. Hanem azt tudod csinálni, hogy folyamatosan visszarakod a helyükre a dolgokat. Tehát mindig újra megtanítod az étlapot, mindig újra elmondod a folyamatot, és folyamatosan ez egy ilyen never ending story, soha véget nem érő játék. Az egy más kérdés, hogy nem én akarom csinálni életem végéig a cégemben ezt, hogy ezt a, ennek a dolgoknak a visszarakását a helyükre, de valakinek csinálnia kell. Szerintem szóval önmagában ez a jelenség, ez, ez rettenetesen ijesztő, hogy ez így működik. Ha belegondolsz, akár. Egyetértesz, hogy ez van? Száz százalékig van. Száz yeah. százalékig, pont ezért akartam erről beszélni veled, mert hogy ezt már több, többször is említetted, akár ebben vagy másik platformokon, hogy ez egy létező dolog. De valahogy ezekkel az eléggé kényelmetlen szemben Belegondolsz, megtanulsz egy nyelvet, és nem tudom, nem használod öt évig, akkor egy csomót felejtesz belőle, vagy nem tudom, nem sportolsz. Nekem van középfokú német nyelvvizsgám, hát így most nem tudnék elmondani öt mondatot németül. És, és, mégis, hogyha valamit elkezdesz csinálni, vagy akár elolvasol egy könyvet, hát, hogy nekem például tetszik Szabó Péternek ez a mondat, amikor azt mondja, hogy a könyvek okosodnak. Tehát, hogy egy elolvasol egy könyvet, és hogy elolvasod még egyszer ezt a könyvet, ugyanazt a könyvet, akár szerintem egy néhány hét elteltével még akkor is tud újat mondani, tehát ez hihetetlen, hogy, hogy, az ember hogyan tud felejteni. Meg egyébként tényleg ez a rendezetlenség felé törekvés, és hogy, hogyha ennyire ebbe az irányba halad a a fizika, meg az életünk. És szerintem az emberi kapcsolatokkal ugyanez van. hogyha valaki az ember összebarátkozik, és nem tesz bele energiát, mert ritkábban találkoznak, fél évente, vagy csak évente, akkor valahogy ezek a kapcsolatok is szépen lassan itt eltávolodnak, elhalványulnak. De ugyanez a helyzet a testünkkel is, hogyha nem sportolunk, felépíthettem egy tökéletes fizikumot, utána nem sportoltam öt évig, akkor általában az is szépen fokozatosan leépül. Tehát, hogy, hogy, ezzel hogyan lehet megküzdeni, ezeknek a stratégiai szeretném ebben az adásban egy picit így kötetlenebbül átbeszélni veled. De akkor az egyik lehetőség ezek szerint az, amit mondasz is, hogy emiatt nem sírdogálni kell, hanem akkor oké, okay, megteszed még egyszer, hogyha nem tudom, az ember koszos lesz, akkor lezuhanyzik másnap is. Tehát, hogy hasonló az a hozzáállás, akkor... Hát ez, ez olyan, hogy a, ugye nagyon, nagyon, sok vállalkozótól hallom ezeket a gondolatokat, vagy, vagy akár a kimondott dolgokat, meg néha régen én is azt gondoltam, hogy ez hát nem igaz, hogy hogy miért nem úgy mennek a dolgok, hát ezerszer megbeszéltük meg, hát nem tudom, volt betanítás, minden. És aki ismer engem valamennyire, meg tudja, hogy hogy vezetem a cégem, az tudja, hogy mi mennyire komolyan veszük ezeket, hogy milyen komoly a kiválasztás, milyen komoly a betanítás, tréningezés, a többi, de még én is elkövettem úgymond azt a hibát, hogy a, amikor bevezettünk például irányelveket, az olyan két éve csináltuk az első ilyen leírt irányelveket, akkor brutásokat foglalkoztunk vele. Minden héten elővettük, meg kellett tanulni, alá kellett írni, hogy megtanulta, stb. És akkor nagyon magasan volt ez a tudás. És az eszemmel akkor is tudtam, hogy, hogy ezzel azért kell foglalkozni a jövőben, de hogy így lejött róla a fókusz, és én nagyon szépen látszott, vagy hát csúnyán látszott, hogy így ez az entrópia elkezd dolgozni, és így megy lefele a mindenkinek a tudása, még a sajátom is. Van a K8 nevű ilyen online marketing módszertanunk, amit a click marketingben használunk, és még az én tudásom is, hogyha nem beszéltem róla minden héten, hogy volt időszak, hogy annyit tréningeztünk benn, hogy minden héten tartottam róla a tréninget, és akkor nagyon minden szó, jöttek a mondatok, a szófordulatok, és mit tudom, még két hónapig nem volt ilyen tréning, és már éreztem magamon, hogy, hogy már így gondolkoznunk, hogy hú, ez hogy, hogy, hogy lehet igazán jól elmondani azt a gondolatot? Tehát ez mindenkiben van. Nem, és ezt is szoktam mondani a srácoknak, meg hogyha posztolok róla, hogy ez nem ilyen okos vagy, buta vagy, jó ember vagy rossz ember vagy, hanem ez ilyen uh, mivel velem is van, ezért <tosz> tényleg, tehát ez abszolút nem emberfüggő, hanem ez egy ilyen törvényszerűség szerintem. Amit nem használsz, amiben be nem teszel energiát, az elkezd hanyatlani. Nekem a legmeglepőbb példa az entrópia kapcsán az volt, amikor zenészek arról beszéltek, hogy amik akiket megírtak számok, néhány évvel ezelőtt nem emlékeznek rá, és a koncert lenne, meg kéne tanulni az egészet előről. Ez mennyire Igen. elképesztő. Igen. Pedig, aki mondjuk csak úgy hallgatgatja őket, neki magát értetődő lehet, hogy még egyébként tényleg létezik olyan, hogy a hallgató az jobban tudja ad a dalszövegét annak a számnak, mint például maga az, aki ezt írta. Abszolút igen. igen. Szóval ez egészen elképesztő, akkor az üzleti közegben ugye van egyszer az oktatás, tehát a, a szellemi entrópiának a megfékezése azáltal, hogy akkor az ember mm -hmm. tesz bele energiát, hogy akkor ez megtörténjen. Milyen más területeken jöhet még elő szerinted az entrópia bizniszen belül? Most nekem eszembe jutott egy ilyen, például szerintem rengeteg törvényi változás van, amivel, ha az ember nem foglalkozik, akkor ez megint csak, még hogyha emlékszik is rá, akkor mm -hmm. is egyébként semmi vész ez a tudás, ami volt neki. Hát tipikusan ugye a vezetésre szokták mondani, hogy ne, ne rutinból vezess mert lehet, hogy közben van egy új tábla. Ez még szerintem nem biztos, hogy jó példa, ez nem entrópia, de hogy, hogy mindenbe folyamatosan kell tenni szerintem energiát, ami, ami, fontos. Ami meg nem fontos, az, az nem kell foglalkozni. Volt a Mark Manzon-nak egy könyve, ez a hatékony leszeres kifinomult művészete, azt hiszem. Uh -huh. Nem tudom, hogy olvastad-e, vagy csak láttad a borítót. Ez a, az szállt, subtle art of not giving a fuck. Így is van. Jól, igen, ez a könyv, igen, igen. igen. Találkoztál benne a gondolataival? Ne, én nem olvastam, csak láttam sokszor. Na, hogy ez a könyv, ez pont arról szól, hogy nagyon kevés dolog van, ami az úgy igazán számít, és hogy nagyon sok dologra az emberek nem fog energiája jutni, és nem is érdemes ezeken nagyon problémázni, éppen ezért érdemes kiveszteni az egy-két olyan dolgot, ami igazán fontos, és akkor az összes többi másra hagyni, hogy ez az entrópia bizonyos mértékig hason, mert hogy tökéletes élete az embereknek valószínűleg nem lesz, mert akkor sem, hogyha berakják az összes energiájukat, hiszen az emberi lét, meg az emberi erőforrások azok valamilyen szempontból korlátozottak. És, és nekem ez például egy megoldási lehetőségnek tűnik, tehát hogy, a, hogy kevés kide, a kevés dolgot, ami tényleg számít. Szerintem ez, ez valahol egy megküzdés lehet, hogy legalábbis nem fog annyira nagyon zavarni az összes az entrópiája. Tehát, hogy látod? A, abszolút a, a Lényeglátás című egyik kedvenc könyvem javaslom a hallgatóknak is, meg ha esetleg nem találkozta vele neked is, tehát lényeglátás. Annyira szerettem ezt a könyvet, meg annyira fontosnak tartom, hogy nálunk lényegében a kötelező olvasmány a betanítási program munka keretében. És a kövnek az egyik legfontosabb állítása, hogy a, a legtöbb ember azt hiszi, hogy a legtöbb dolog fontos, és mindenre úgymond igent mond. Programokra, meghívásokra, lehetőségekre, ügyfelekre, projektekre, akármire ezzel szemben a valóság az, hogy a legtöbb dolog baromira nem fontos, és a legtöbb dologra nemet kéne mondani. Tehát meghívásokra, ügyfelekre, projektekre, mindenre. És van egy ilyen nagyon-nagyon erős gondolat szerintem, amit, amit én óvatosan ajánlok mindenkinek, mert ha nagyon beleáll, ha százszerzlékig beleáll, akkor az életében azért komoly változások várhatóak szinte minden téren. És az a gondolat az, hogy ami nem egyértelmű igen, az egy egyértelmű nem. Ez brutál erős. Tehát, hogy munkatárs. Aki nem egyértelmű óriási igen, hogy azt akarom, hogy a csapatomba legyen, az igazából egy egyértelmű nem. Tehát ne legyen a csapatomban. Most, ha ezt minden vállalkozó Magyarországon végfuttatnám magám, akkor hirtelen lehet, hogy 500 ezer ember kerülne <laughs> utcára, mert hogy a legtöbb cégben szerintem sajnos a legtöbb munkavállaló olyan, hogy így nem biztos, hogy a helyén van. Nem azt jelenti, hogy nem jó ember, vagy ilyesmi, hanem nem a megfelelő cégben a megfelelő dolgot csinálja. De akár párkapcsolatra vetíted, vagy termékre, ügyfélre. Tehát ez nagyon durva, szerintem. Ráadásul magánéletedben is igaz ez szerintem. Tehát, szóval. hogy nekem például a ruhavásárlásra lett egy nagyon jó megoldásom, pont az, amit te is mondasz. ha meglátok valamit, és ezt egyértelműen nagyon tetszik, akkor azt általában megéri megvenni. Most nyilván az állakat most nem, nem ide sorolnám, hanem hogy maga uh -huh. azonos áron azok a ruhák, mert hogy korábban nem az volt a ritmus, hogy meglátom a ruhákat, és akkor igazából nem, hát az egész jó, és akkor megveszem, és akkor egy hatalmas nagy ruhatár lesz, hanem igazából kevés jó van szüksége az embernek, ha belegondolsz egy hét alatt, tehát gyakorlatilag mosni az emberek. De ebben a könyvben, lényeglátásban vannak ilyen példák, hogy ruhatár van mondjuk 30 pólód, de igazából, ugye ha a párító elvet belevetítjük, hogy a, ez a 80-20 szabály, akkor valószínűleg a pólóidnak a 20%-át hordod, legtöbbször. Már a többi már nem tetszik, stb. És az a itt a tip, hogy ha van egy pólód, ami, tehát tett fel azt a kérdést, hogy most újra megvennéd el. Tehát, hogyha ma újra rá lenne írva, hogy mondjuk 8000 forint, akkor most ezt megvennéd? Mert ha nem, akkor nem tudom, ajándékozd el, add a valakinek. Mert, mert nem fogod hordani. De ugyanez, mondjuk egy munkatárs, már itt dolgozik nálad fél éve, egy éve, száz éve, most felvennéd? Úgyhogy tudod, hogy milyen, mert vele dolgozol, látod, hogy hogy tud termenni. Most felvennéd? Mert ha nem, akkor, akkor annak az kellene, hogy legyen a következménye, hogy most én nagyon leszős, de elküldöd, és hozol egy olyat, akit szeretné, hogy ott legyen. Ez így azért durva, de így lehet szerintem mondjuk jó céget építeni. Azt gondolkodom közben, hogy mi van akkor azokkal a feladatokkal, amiket mondjuk kvázi meg kell csinálni, de szívás, és az embernek nem biztos, hogy van hozzá kedve ezekre is alkalmazható ez, vagy ez, hogy látotta? Ez szerintem más, tehát ez egy másik a sík, tehát azt, hogy a cégem, mert vannak olyan dolgok, amiket nem annyira szívesen csinálnak, de meg kell csinálni, tehát ez nem biztos, hogy az a kategória, hogy mondjuk, ha nem tetszik egy póló, akkor ajándékozzam el, tehát hogy ez szerintem más ilyen dimenzió inkább. De a, amit igazából mondtál, ez hogy mi az a néhány fontos dolog, a másik jó módszer, ez a párító elv. Abszolút. Tehát a nekem ez a. hogyha egy dolgot kéne mondanom, ami a nekem fontos, az a párító elvet mondanám. Ilyen vezérlő elv. Tehát ugye van az okoknak egy 20%-a, ami a következmények 80%-át okozza. Tehát minden cégben van néhány olyan dolog, ami ha rendben van, akkor rendben van a cég. És van nagyon sok minden olyan, ami ha nincs rendben, attól még lehet rendben a cég. Csak nagyon sok cégvezető ott hibázik, hogy ezt a nagyon sok nem fontos dolgot csinálja egész nap, és emiatt nem jut figyelme, energiája, pénze, akármi az igazán fontos dolgokra. És mondjuk itt az entrópia kapcsán is. Tehát most mi például bevezettünk egy ilyen képzési, meg egy ilyen értékelési rendszert a cégbe és van egy ilyen úgynevezett alapmunkatársi kézikönyvünk a Medján, hát egy ilyen száz oldalas könyv, ami a click marketingnek mindenféle ilyen alaptudását tartalmazza, de nem milyen szakmai munka, hanem ilyenek, hogy az alapértékeink, a K8 nevű módszertanunk, vagy bizonyos irányelveink, hogy hogy bánunk az ügyfelekkel, stb. De például benne van a, nem tudom, a történetünk is, mondjuk, mit tudom én, 20 ilyen évszámmal vagy ilyen eseménnyel, hogy mondjuk 2013 márciusában jelent meg az első könyvünk. Na most, ha ezt nem tudja valaki, az nem olyan gáz. Tehát, hogy ezért nem vennék elő senkit. Nem, nyilván örülök, ha tudja, de oké, ez nem fontos. De ha mondjuk valaki nem tudja, hogy a CRM rendszerbe egy ügyfélel való telefonbeszélgetést hogy kell naplózni, az gáz. Mert ennek a következménye a cég működésére nagyon nagy. Tehát ez egy ilyen parító 20 százalék, ezt muszáj tudni, és az nem baj, ha nem tudod az évszámokat. Tehát, hogy, de nagyon sok cégben a, most ez nyilván szimbolikus, az, ilyen évszámos dolgokat ütik, hogy, tehát nem fontos dolgokat várnak akár el. Az jutott eszembe út közben, hogy egy nagyon jó módszer lehet az entrópia ellen még, az a közösség is, és a közösség alatt értem akár azt, hogy vannak munkatársaid, tehát, hogy nem neked kell mindent csinálni. Például most az jutott még eszembe, hogyha tegyük fel, egy csináltam lovári nyelvvizsgát. Erről beszélgetünk, de, de, ugyanez van nekem is, mint a némettel neked egy picit, hogy az is középfok az enyém is, hogy ha megkérnének, hogy beszéljek öt mondatot lovári nyelven, akkor most már elfelejteném, pedig akkor de egész korrekt. Te nem 23 éve csináltad, gondolom. Hát igen, és hát sajnos, tehát annyiszor is használtam az ott a lovárét, egyszer-kétszer barátoknak egy szót lefordítottam, és volt. A nyelv minden esetre hogyha lenne az én baráti körömben valaki, aki egyébként lovári nyelven rendszeresen beszél, vagy éppen mondjuk jól tanulja ezt, akkor őt meg tudom kérdezni erről. Tehát, hogy alapvetően szerintem az, hogy van egy közösség, ahol az emberek egyébként is törekednek a fejlődésre, az valahol meg tud óvni a teljes széteséstől, mert nagyon sokszor lehet, pont hogy mindenki építkezésre törekszik, és hogyha egy ilyen építőközegben vagyunk, akkor valahogyan egymást is emeljük ezáltal szerintem hosszú távon. És a cégemben ugyanez van, hogy összeadódik az embereknek az erőfeszítése a hosszú távon, és a cég akkor is növekszik, hogy az entropia jelen van többek között. Ha a teljes cég, ugye függetlenül attól, hogy mivel foglalkozol, milyen iparág, a világba hol vagy, kicsi nagy, itt a párító elvnek a párító elve, ugye a 80-20 ez a párító, de hogyha menjünk még egy párítót ebbe, tehát, hogy megnézzük, hogy a 20% fontosnak mi azon belül is még egy 20% fontos, ugye akkor 4%-ot kapunk. Tehát van egy ilyen 4-64 is. Ugye az a fő párító elf, hogy az okok 20% ok hozza a következmények 80%-át, tehát mondjuk az ügyfeleit 20%-a hozza a bevétel 80%-át, vagy az ügyfeleit 20%-a hozza a problémák 80%-át, és ha ebben megyünk még egy párétót, akkor az a szuper rétó, hogy a, mondjuk az ügyfelek 4%-a hozza, a bevétel 64%-át, vagy a, a tetteid 4%-a hozza az eredmények 64%-át. Nyilván nem biztos, hogy ez pontos, meg ez nem egy ilyen fizikai törvény, de ez a megfigyelés az igaz, hogy nagyon kevés dolog, nagyon nagy hatású. És az a, ez a generális ilyen a teljesen általános dolog, azt szerintem az emberek a cégben és pont uh, tegnap, meg ma reggel is hallgattam uh, Howard Schultz, Ezt tudod ki, tudod ki Nagyon ismerős a neve. A a, hát nem Igen. az alapítója, hanem ő olyan a Starbucksnak, mint a McDonaldsnak a Ray Kroc. Tehát, hogy volt már Starbucks Howard Schultz előtt is, de ő szállt be, és ő tette nagyjá, és sokáig a CEO-ja volt, aztán kiszállt, aztán visszaszállt, mert problémák voltak, és ő mesélt arról, hogy... Uh, ami nem egy nagy meglepetés annak, aki ezzel foglalkozott, hogy csak az emberek, emberek, emberek. És hogy a, ami nekem egy -e nagyon jó megerősítés volt ebben a videóban, hogy azt mondja, hogy te sokan megpróbálják azt, amit egyébként párkapcsolatokban is, hogy így majd én megváltoztatok valakit. És hogy a Howard Schultz mondja, aki nem tudom, most nem akarok hazudni, de mondjuk 20 ezer Starbucks van, több százezer alkalmazott, és ő egy ilyen céget vezetett több mint 30 évig, tehát elképzelhetjük, hogy hány ember ment át a kezei között, vagy hány embert látott, és azt mondja Howard Schultz, hogy egy kezé meg tudja számolni, hogy a karrierje során szerinte hány ember változott meg a cégben. És ugye ennek az a, hogy most oké, okay, ez jó hangzik, de most ezzel mi a francot kezdjünk, az kezdjük, hogy a megfelelő embert kell fölvenni, és hogyha nem sikerült, akkor azonnal el kell küldeni. Nem szabad megpróbálni megváltoztatni. Nyilván nem azt jelenti, hogy nem kell képezni, de hogy ha az alapműködése nincs szinkronban a cégnek mondjuk az alapértékeivel, nem fogod tudni megváltoztatni. És egy ekkora tapasztalattal rendelkező ember is ugyanazt mondja, mint én a kis click marketing pár tíz emberrel, hogy egyszerűen a megfelelő embert kell fölvenni, ezért mindent meg kell tenni. Nyilván mi Ebben nagyon durván alaposak vagyunk, aki, aki ismer minket azt tudja. De még így is előfordul, hogy, hogy nem mindig találjuk el jól. És nyilván nagyon sokszor megpróbáltam én is, hogy jó, akkor megpróbálunk próbáljuk megváltoztatni, de nem lehet, hanem hanem ilyenkor egyszerűen váltani kell. És hogyha ez valaki jól érti, hogy az emberek, emberektől függ minden a cégedben. Nyilván, ha cégépítő vállalkozó vagy, ha szabadúszó vagy, akkor is, csak akkor magadtól. Ha ezt valaki jól érti, akkor jól lesz a cége. És minden más csak tulajdonképpen körítés ezt azzal egészíteném, hogy a magánéletbe ugyanéz igaz egyébként a közösségre. Mert hogyha te egyéni vállalkozó vagy, akkor is a te közösségedben simán lehet az, hogy, hogy az emberek annyira építik egymást, hogy mit tudom, meg magukat, hogy hát tegyük fel nekem, nincs is idő mindenre, hogy a marketingben tisztában legyek ezekkel az alapfogalmakkal, de hogyha mondjuk a barátaim között van valaki, aki erre az energiáját, akkor meg tudom itt kérdezni. Uh -huh. Vagy például, amikor van egy baráti társaság, ahol van valakinek vitorlás jogosítványa, akkor az bőven elég, hogyha ő vezeti a hajót, és akkor akár Kristóf, akár én tudunk vezetni vitorláshajókat, és el tudunk menni barátokkal együtt, nem kell mindenkinek én nem folyamatosan. vezetni, csak motorcsónakot. Ja, motorcsónakot. engem hívjatok, műtorlást vezetni. Ja. az, ja, az probléma lenne. És akkor nemzetközi vizekre pedig eh, kis hajóra pedig Kristóf kapitányt. Szóval minden esetre, tehát hogyha nem is vagy nagyon kében azzal, még akkor is, hogyha baráti körödben van valaki, aki az adott területen jó, vagy éppen ismer valakit, vagy hasznos eh, tudással rendelkezik, vagy, vagy jó olyan dolgot épített fel. Most például ez egyik korábbi baráti társaságom volt valaki, akinek volt egy nagy medencés háza, és a szűrt társaságában mindenki ott tartotta a születésnapokat a medencés házas eh, helyszínen, mert ő úgy volt ezzel, hogy alapvetően, ha megvette a házat, akkor örömmel fogad bárkit itt a helyszínen. Tehát nem biztos, hogy neked kell egy medencés ház, de hogyha van egy barátod, akinek van egy medencés ház, akkor az önmagában már egy szóval ilyen. Szóval legyen egy barátod, sonró. akinek van medencés háza, meg hajója, és meg ez... mondjuk meg... <laughs> igen, igen, és, és, hogy jól kell ezt a barátot, az egy emberleg is jó legyen, hogy... Nem, egyébként nyilvánvalóan nem erre gondoltunk, de hogy bármilyen másik területen is igaz lehet ez. Tehát, ha van egy edzőbarátod, akkor lehet, hogy tud neked tanácsokat adni, vagy tud neked segíteni. Szóval szerintem a, a, lényege igazából, és az egyik könyvemben is ezt írtam, hogy, hogy az életednek a minősége egyenlő a prioritásaid minőségével mondjuk. És ez is egy kicsit ilyen párító, hogy, hogy ha azt a néhány dolgot jól megválasztod, hogy mondjuk figyelsz az egészségedre, figyelsz a családodra, figyelsz a barátaidra, figyelsz a cégedre, és még azokon belül is hogy a párkapcsolatodon belül néhány fontos dologra figyelsz, a cégeden belül néhány fontos dologra figyelsz, az egészségeden belül néhány fontos dolog, hogy mondjuk sportolsz, úgy kajálsz, úgy alszol, nem cigizel, nem piálsz, tehát ez néhány dolog. Vagy, vagy ezeknek is akár, tehát ha most megiszol havonta egy pohár vagy egy sört, az nyilván nem gáz. De hogyha nagyrészt ezekre figyelsz, hogy még ne igyál meg minden nap egy sört, akkor rendben leszel. És amúgy tökre el lehet menni így a részletek részletekébe, hogy már, jaj, most milyen, fú, milyen étrend kiegészítőt vegyek be. Tehát nem edzek, cigizek, piálok, nem jók de azzal szórakozok, hogy, hogy melyik c mint vegyem be, mert hogy nyilván ettől leszek egészséges. Tehát, hogy nagyon szerintem be lehet ezt nézni, hogy nem a, nem az igazán fontos dolgokra figyelünk. Így van, és a magánéletben még egy dolog, ami nekem még szerűnek tűnik, az az, hogyha az adott tevékenység az örömet tud okozni, amiről beszélünk. Mert most például, hiszen rengetegen vagyunk, akiknek van rengeteg terve, hogy a magánéletben azt a nagyon pici szabadidőben mit lehetne még kezdeni, hogy milyen nyelveket lehetne még tanulni, milyen készségeket lehetne még fejleszteni. Én például mondjuk zongorázni tanulok, de, de például azt is megfigyeltem, hogy ugye nagyon sok ember van, aki szerintem sportolni kéne, de nem tudja rávenni magát valami miatt, és nagyon sok százalék van, mert nem talál benne örömet. Tehát nem talál, akár a sikerélmény miatt, meg akár magát a folyamatot valamiért nem élvezi. És nagyon sokat tud segíteni, hogyha örömtöli tevékenységet tudunk találni, mert önmagában az öröm azt tud tenni egy fenntartó tényező, ami meg tud küzdeni az entrópiával. Mert ha minden nap meg kell erőszakolnom magam, hogy valamit rávegyem magam, és egy, tudom, egy bizonyos nyelvet tanuljak, amit ugye nem is használok, akkor az igencsak nehéz lesz hosszú távon. Vagy vállalkozó témában visszajövünk, hogy ha egy munkatárs nem szereti azt, amit csinál, akkor a fejeteti állhatsz, a világ legjobb menedzsment módszereit, a legjobb motivációt, bármit csinálsz, az nem lesz az igazi. Nyilván az önmagában nem elég, hogy valaki szereti, amit csinál, mert lehet, hogy nem jó benne, a többi, de hogy ez egy ilyen nagyon párító gondolat, hogy egyszerűen mindenki a cégedben legyen olyan pozícióba, amit alapvetően nagy örömmel csinál, és hogy azt érzi, hogy az neki való, mert ha ez nincs így, akkor akármit csinálsz. És hogy mindenféle ilyen kutatás, én nyilván csak a saját cégem is alapvetően, de azért sok más céget látok, meg kutatásokat, meg cikkeket olvasok, és a felmérések azt mutatják, hogy a legtöbb cégben a legtöbb munkavállaló igazából nem, nem nincs a helyén, nem érzi jól magát, nem tudja, hogy mit várnak tőle, tehát hogy gyakorlatilag ilyen esélye sincs a, a, cégnek, vagy a cégvezetőnek arra, hogy, hogy egy igazán jó cége legyen. És ami nekem most egy kicsit így egy ilyen új ablakot nyitok, ami mostanában beszélgettünk a kollégáimmal, hogy, hogy egy csomó cégben a cégvezető, vagy a tulajdonos így, így nem törekszik a, a legjobbra. Tehát, hogy nem törekszik arra, hogy az ő cége legyen bizonyos értelemben a legjobb. És itt nyilván nem a világon a legjobb, de hogy mondjuk a, a, faluban a legjobb. Vagy a, vagy a témámban, abban az adott, én legyek a legjobb kávézó mondjuk a 13. kerületben. Nyilván nem biztos, hogy tudok a világon a legjobb, meg nem is kell a legjobbnak lenni, de hogy a, a, zónámban, vagy a, a szférámban legyek a legjobb. És hogy egy a kollégám jelzik vissza, hogy, hogy akik rengeteg mondjuk szélszesek, akik nagyon sok céggel beszélnek, hogy, hogy azért a többség az inkább az, hogy úgy, hát csak úgy el akarok lenni. És hogy ez ilyen, sokan ezt, ezt például ilyen, ilyen, pejoratívan, tehát amikor szoktam róla posztolni, hogy szerintem csak úgy érdemes, ha mondjuk top 1 százalékba akarsz kerülni. És akkor sok ilyen komment jött, hogy ez milyen elszállás, meg hogy mi csak a pénz számít. amikor én abszolút nem a pénzre gondoltam, hanem hogy a legjobb, tehát a legjobb munkahelyet tudjuk megcsinálni, a legjobb szolgáltatást tudjuk megcsinálni, mi adjuk a legjobb kávét az ügyfeleinknek, stb. És hogy tehát ez is szerintem egy ilyen parító gondolkodás, hogy ha, ez nincs benned, akkor nem lesz jó céged, szerintem. Meg szerintem ez önmagában az entrópia ellen is nagyon jól hat, mert hogy ezt Jordan Peterson mondta korábban, hogy ugye mindenképpen van egy szenvedés, de hogy mi az, amiért ez neked megéri. De Meg ezt nyilván más filozófusok is mondják, de szerintem például a vállalkozás építésben az ugyanez van, hogy úgy is lesz vele rengeteg szívás, amit akármit csinálsz, de akkor a legjobb cég legyen, és akkor legalább ott van az eredmény, és mert azt ad mondani, hogy, na, hogy tessék, ezt megérte megcsinálni. Én meg erre a gondolatról jutott eszembe, hogy, a, hogy ezt posztoltam nemrég, hogy, és ezt valahol láttam, és szerintem ez nagyon erős gondolat, hogy hogy a, mondjuk elhízottnak lenni nehéz, nagyon egészségesen élni nehéz, gazdaggá válni nehéz, szegényen élni nehéz. Tehát, hogy most idézőben minden nehéz, de hogy válasz meg a, a te nehézségeidet, hogy azt a nehézséget választod, hogy mondjuk elhízottan élsz, és mondjuk esetleg betegen, vagy azt a nehézséget választod, hogy, 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 nagyon egészségesre dolgozod magad. Hogy mind a kettő nehéz, tehát igazából nem lehet megúszni azt, hogy, hogy legyen a dolgoknak következménye. Így van, és egyébként, hogyha az ember nem kapálózik az ellen, ami egyébként amúgy is van, akkor sokkal könnyebben meg tud ezzel békélni, és nagyobb fokú elégedettséget tudja ezeket áttenni. Több energiája marad arra, hogy a nehézségeken túlverekedje magát, mint hogyha nehézségeken tiltakozik, hogy ennek nem így kellene lennie. Meg együtt teszem Harvard Howard Schultz starbucks Van neki egy könyv egyébként, az a címe, hogy a Star Kávéház. Ezt én, na, én többször olvastam, nagyon, nagyon jó könyv szerintem, mondjuk már lehet, hogy nem kapható. És abban is szerintem írja, hogy és ebbe a besz... ez egy 11 éves videó egyébként, amiről beszélek. Tehát egy 2011-es videót néztem. Megcsárták, azt képzeld el, nem tudom, tudni ezt a sztorit, hogy a Amerikában 11 ezer kávézót tehát 11 ezer Starbucksot bezártak két napra, és képzeld ezt el, hogy a, a sajtó szétszette őket, ilyen vége a Starbucksnak, brutálisan esett a tőzsdén a azért már rájöttek, hogy a, a végpontokon, ahol az igazi akció történik a kávéházakban, már nem olyan minőségű mondjuk a, az élmény, mint ahogy szeretnék. Tök jó, hogy ilyen profin szereznek be kávét, meg tök jó, hogy profi az infrastruktúra, meg minden, minden profi, de a végpontokon már a baristák nem olyanok. És hogy tartottak egy két napos képzést ilyen tizen-valahány ezer menedzsernek, ilyen store menedzsernek, tehát aki a üzletvezető, és utána megfordult a trend, és na, tehát ott majdnem csődbe ment a Starbucks, és ott visszajött, és az volt így a videóból a megállap, vagy így amiről beszélt, hogy, hogy hiába mi vagyunk a Starbucks, és hiába van Amerikában, vagy világon 20 ezer üzletünk, meg mindenki ismerünket, hogyha azon a ponton, hogy bemész 2000 szer egy Starbucksba, és kérsz 2000 egyszer kávét, és az a kávé nem jó, akkor igazából kuka lehet akár az egész. Tehát, hogy olyan szinten minden nap újra, meg újra mondott számokat, hogy ilyen hány millió, meg vagy tíz millió kávét adnak el. Tehát napi millió szor, meg kell küzdeni azért, hogy a Starbucks Starbucks maradjon. És hogy ezt mindenkinek, most nyilván kevés embernek van starbucks -a, de, de hogy a saját cégében ezt mindenkinek, a marketing is hiába 17 éves, és stb. Hogyha bizonyos pillanatokon nem vagyunk jók, akkor, akkor, annak az embernek a click marketing nem jó. Tehát, hogy folyamatosan ezért küzdeni kell. És ha valaki ezt nem tudja elfogadni, hanem, hanem arra vár, hogy na, mikor lesz ennek vége, Ugye ez is nagyon tipikus gondot, hogy mikor lesz már az, hogy nem kell nekem minden nap nem tudom mit csinálnom. Soha nem lesz olyan. Csak legfeljebb nem neked kell majd azt csinálni. És én ezt, ezzel megküzdöttem, hogy jó pár évvel ezelőtt hoztam rossz döntéseket, hogy azt hittem, hogy már tartunk ott, hogy ilyen kiszállható dolgokba teljesen. És kiszállhatok egyébként, de nem hagyhatok ott egy űrt. Tehát, hogy most már például nagyon kiszálltam a napi dolgokból, a napi operatív működésből, de valaki csinálja helyettem nagyon-nagyon hasonló minőségű, mint ha én csinálnám. Tehát, hogy viszont azokat az embereket meg nekem kell valamennyire ugye, folyamatában vezetnem, motiválnom, kócsolnom. Kicsit ezt szaladtunk, de valahogy az jutott eszembe. Azért is vagyok ennyire csendben, mert nagyon fontos gondolatok ezek, és javaslom a hallgatóságnak, hogy pörgessék vissza, és hallgassák meg újra. Mert hogy ez ugyanígy igaz minden másra és olimpikonokra is, hogy egyszer megnyert egy olimpiát a következő évben, nem biztos, hogy most lesz rögtön. De ugyanez igaz terápiatartásnál is mindegy, hogy 20 év tapasztalat van benne, vagy, 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 két alkalom, mert hogy úgy segíteni kell az új embereknek. Én azt gondolom, hogy ez nem tudok sokkal többet hozzátenni, és szerintem ez épp elég mély volt így is. Van esetleg bármilyen gondolat még benned, amit érdemes átbeszélnünk? Nem, itt eszembe most sem? Akkor ez esetben nagyon köszönjük, kedves hallgatók, nektek a figyelmet. Bízunk benne, hogy nektek ez az adás hasznos volt, ha pedig van bármiféle adás ötletetek, témátok, kérdésetek, akkor elértek engem a fullfield.hu Facebook oldalon, az pedig válaszolni fog nektek is, és aztán pedig igyekszünk be sem pészni benneteket a az adásba. Aztán pedig természetesen érdemes meghallgatni Kristófnak a másik podcastjét is, a vállalkozóba vállalkozást. Kövessétek be őt Facebookon is, Gál Kristóf, és a Krik Marketinget is természetesen. Köszönjük, hogy előtt sziasztok! Sziasztok! A stars.